Egy nagyon érdekes kutatás zajlik a Matthias Corvinus Kollégium szervezésében. Integet a múlt, ilyenek voltunk. 30 év kérdőíve. Ez a címe. Aki velem van, az Szepesi Balázs, az MCC közgazdasági iskolájának vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm, Balázs! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mire kíváncsiak és kiket várnak erre a kutatásra? Nagy dologra vagyunk kíváncsiak arra, hogy mi történt Magyarországon 1990 után, és arra jutottunk, hogy legtöbbet erről azt mondta, hogyha megnézzük, hogy az emberi sorsok hogyan alakultak, mi történt a családokkal, a vállalkozásokkal, és ahogy a kutatást készítettük elő, jöttünk rá, hogy van egy korosztály, amivel lényegében az történt, mint az országgal, hirtelen rászabadult a rendszerváltás, a nagy szabadság, és hogy ezzel mit tudott kezdeni. Ezek azok az emberek, akik a rendszerváltás környékén 87 és 93 között érettségiztek, és akkor úgy döntöttük, hogy kérdezzük meg, hogy velük mi történt. És akkor ebből jöttünk rá, hogy lényegében azok a kérdések, amiket föltennénk, azok, amit egy osztálytalálkozón szoktak az emberek megbeszélni, és akkor ebből állt össze ez a kutatás, amiben arra kérjük a korosztályba tartozó embereket, járjanak ők akár annó szakközépiskolába, szakmunkásképzőbe vagy gimnáziumba, hogy töltsék ki ezt a kérdőívünket. Mi ebből sokat megtudunk az országról, más szempontból, mint ahogy a korábbi kutatások ezt mutatják, és azoknak a volt középiskolai osztályoknak, ahonnan legalább 10-en kitöltik a kérdőívet, csinálunk egy róluk szóló, természetesen anonim és névtelen elemzést számukra. Akkor most itt azt várják, hogyha valaki hall minket például, felmegy a honlapra, megkeresi ezt a kutatást, és akkor szól az osztálytársainak is, hogy figyelj, van egy ilyen, én kitöltöttem, töltsd ki te is, mert akkor, hogyha 10-en vagyunk, akkor már kapunk egy önálló elemzést? Pontosan, igen, ez a 30évkérdőíve.hu című honlap. Itt lehet a kérdőívet megtalálni. Nekünk ugye jó, hogyha minél több és minél többféle embernek a meglátásait ismerjük meg, és ezért cserébe, pont ahogy mondta, készítünk egy pici elemzést, akár egy osztálynak, vagy hogyha egy iskolából kitöltik 40-en, akkor az iskolának, hogy ők milyenek voltak, és nekik hogyan integet a múlt. Balázs, milyen kérdéseket tettek fel, és hogyan lehet a személyes sorsokból nagyhívű következtetéseket levonni? Lehet-e egyáltalán? Ugye nagyon sok mindenre kérdezünk, ki hol él, kinek az anyagi helyzete, hogy alakult a többiekéhez képest, mi történt a családdal, mi történt a munkával, mennyire volt valakinek egyenes a pályája, vagy bele kellett kezdeni valamilyen újba, mire emlékszik az osztálytársai közül. Tényleg azok a kérdések, amiket majd nekem is most lesz a 30. érettségi találkozón, majd meg fogunk beszélni. Tehát azt gondolom, hogy ez, ami mindenkit érdekel, és én ugye sok társadalomtudományos kutatást csináltam, azt gondolom, hogy nem ördögtől való, hogy a tudomány ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozzon, amiről egy fröccs vagy egy sör mellett az osztálytalálkozón is beszélünk. Jól látható majd mondjuk, hogy hány ember él ugyanabban a családban, amiben először élt, hány ember él ott, ahol a gimnáziumát, vagy a szakmunkásképzőjét végezte. Látszik az, hogy kik mennyire elégedettek a sorsukkal. Én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas látleletet kaphatunk majd arról, hogy ezzel a nemzedékkel, akik lényegében a szabadságba ugrottak bele a felnőtt életükkel, egyrészt azért is, mert ugye elkerültek a szülői háztól, másrészt meg azért is, mert akkor az egész ország újraindult, hogy mi is történt valójában. A vizsgálatok azok általában ugye nagyon sokszor arra szoktak vonatkozni, hogy mi történt bizonyos statisztikai mutatókkal, vagy arra szoktak rámutatni, hogy mikor milyen gazdaságpolitikai lépéseket hoztak, milyen gazdaságpolitikusok, vagy hogy alakult az export-import. Azért amikor mi a hétköznapjainkat élünk, akkor nem az export-import statisztikákkal, vagy a gazdaságpolitikusok intézkedéseivel kerünk és fekszünk. Pont olyan kutatást akarunk csinálni, ami azt mutatja be, hogy az emberek szerint, a életüket szervezők szerint mi történt. Én nagyon kíváncsi vagyok,
hogy például ugyanazok lesznek a töréspontok, meg ugyanazok lesznek a fontos kérdések, mint amit általában a klasszikus történelmi leírásokban szoktuk adni. Itt például ugye, ha úgy nézzük ezt a 30 évet, mint közgazdász-gazdaságtörténész, akkor felívelésekhez, válságokhoz, recessziókhoz, nagy gazdaságpolitikai döntésekhez, nagy politikai döntésekhez sorolnánk a korszakokat, miközben valószínű, hogy az emberek életét sokkal inkább azt határozta meg, hogy mikor fejezték be az egyetemet vagy főiskolát, ha oda jártak, mikor kezdtek dolgozni, elváltak-e, egyben maradtak-e, volt-e pénz lakásra, hogyan jöttek a gyerekek. És ez nagyon érdekes, hogy 30 év történetét, az, ahogy az emberek megérik a mindennapokat, és azt, amit meg általában megszoktunk, hogy a történetkönyvekbe írnak a múltról, azt így valahogy máshogy hozzuk össze, mint eddig szokás volt, ez a célunk. De annak tükrében is vizsgálják? Tehát lenyomata ezek szerint a mi magánéletünk a nagy döntéseknek? Én azt gondolom, hogy ami igazából történt, az a embereknek az életében és a családban történt, ez ami valójában fontos, és az, amit tett a gazdaságpolitika, vagy az, ami történt a privatizációval, az, ami történt az új vállalatokkal, a munkahelyekkel, az ennek a környezet. Nyilvánvalóan ezt a környezetet a kutatás egészében vizsgálni fogjuk. A több erre vonatkozó projektet indítottunk, voltak erre vonatkozó konferenciáink már is, de én azt gondolom, hogy azt kell megmagyarázni, hogy hogyan változott az emberek szabadsága, lehetősége, biztonsága. És minden más, ami mögötte van, az lényegében ennek valamilyen magyarázó tényezője, meghatározó. Vannak már jelentkezők? Töltik? Töltik, nagyon lelkesen figyeljük. Úgy néz ki, hogy elindult a dolog. Ugye próbáljuk ezt a kérdőívet több módon hirdetni. Ugye nehéz oda menni, megtalálni ezeket az embereket, ezért találtuk ki azt a módot, hogy csinálunk egy olyan kérdőívet, amit kitölteni magába is élvezet. Egyébként, hogyha valaki kéri, a saját válaszait is visszaküldjük neki. És utána pedig érdekes legyen az osztálynak, vagy az iskolának, és próbálunk mindenféle eseményekkel erről beszámolni. Most tartottunk például az MCC-ben egy beszélgetést, ahol Wolf Kati énekes, Strafi Kuzsin a dokumentumfilmes, és Csapodi Zoltán a Szefort gimnázium igazgatója, akik egyébként ugyancsak kitölthetik, remélem már ki is töltötték a kérdőívet, beszélgettek arról, hogy mi is történt ebben a 30 évben. Ott volt? Én vezettem ezt a megbeszélést. Ön vezette ezt a beszélgetést. Nagyon izgalmas volt. Na, ezt akartam kérdezni, hogy az ő hármuk sorsából már bebizonyosodott az, amiről eddig beszéltünk, hogy ugyanott voltak a töréspontok, ugyanott voltak a váltások, ugyanúgy tudtak élni a szabadsággal? Vagy az egyéni sorsok nagyon-nagyon mások? Én azt gondolom, hogy nagyon mások az egyéni sorsok. Az látszik, hogy a 90-es évek eleje hatalmas töréspont volt. Tehát ugye akkor tört ki egyszerre a nagy szabadság, többen meséltek arról, hogy akkor milyen volt először utazni, akkor volt ez az Interrail nevű jegyet lehetett venni olcsón, és elmenni Európába bárfelé. Akkor tört ránk a nyugati kultúrából egy csomó dolog. Többen elmondták ott a beszélgetésen, hogy az, aki ugye korszerűbb tudást tudott kapni, vagy már az új világhoz alkalmazkodó dolgokat tanult, az sokkal könnyebben tudott elhelyezkedni. Mesélte valamelyikőjük, hogy effektíve, ugye Fruzsina mondta, hogy azt a fajta újságírást, amit a sajtószabadságban használtak, azt ugye előtte nem nagyon tanították, nagyon könnyű volt bekerülni helyekre, meg ugye akkor indult az internetes világ, akkor lett több rádió, így kitárult a világ, így beleestünk egy hatalmas szabadságba. Ugye a beszélgetésen sikeres emberek voltak ott, valószínűleg nagyon sok embernél ez a hatalmas szabadság inkább a bizonytalanság elvesztését jelentette. Tehát én erre is nagyon kíváncsi vagyok, amellett, hogy valakik a sok lehetőséget és a szabadságot sikerré tudták váltani, valószínű
sok ember, akinek a szülei elvesztették a munkájukat, ez a 90-es évek legelejét egy nehéz nélkülözésekkel teli válságként élte meg. Ez kiderült, hogy nagyon ott volt. Az, hogy később mindenkivel mi történt, ott azt gondolom, hogy már sokkal egyénibbek a történetek. Az, hogy beléptünk az Európai Unióba, azt az emberek lassabban élték meg, mert ugye már sokkal hamarabb elkezdtek a nyugati áruk jönni. Én várok nagy fordulópontokat, valószínűleg a 2008-as válság ilyen, illetve ilyen az, amikor az uniós csatlakozás után 7 évvel megindult a munkavállalási lehetőségek miatt csomó ember Nyugat-Európa felé. Én azt gondolom, hogy az, amiről a újságok írnak, amin a minisztériumok dolgoznak, amik a nagyvállalatokkal történnek, az meghatározza a mindennapjainkat, de igazából azt akkor érezzük meg, amikor látványossá válik, hogy valami nehéz helyzetbe kerülünk, vagy hogyha valami teljesen új lehetőség nyit meg számunkra. Pont az az izgalmas ebbe a kutatásba, hogy ezt a kettőt összehozzuk. Megértsük, hogy az, amiről minden nap beszélünk, hogy mi is történik itthon, meg az, amit olvasunk a sajtóba, hogy mi is történik a világban, ez hogyan is függ össze egymással. Az jutott eszembe, milyen érdekes, hogy mennyire személyiség függő, illetve mennyire a körülmények függvénye az, hogy hogyan alakul az egyéni sorsunk, mert hogy aki ugye 87 körül érettségizett, az még például a régi rendszerben szocializálódott, azt a történelmet tanulta, átélte a kommunizmus időszakát, aki pedig már 90 után, tehát 92-93-ban akkor alakultak át a történelem órák, akkor már elkezdtek egy kicsit másképp állni az oktatás, az akkor alakult át az egész rendszer, hogy ez mennyire tényleg személyiség kérdése is, és mennyire a körülmények kérdése is. Én remélem, hogy a kutatás erről sok izgalmas dolgot mond. Ugye ezt úgy szoktam mondani, hogy mindenki a saját fejéből néz ki. Én emlékszem, hogy milyen volt. Én 92-ben érettségiztem, hogy milyen volt, amikor arról beszélgettünk a történelemtanárunkkal, hogy neki tulajdonképpen mit és hogyan kéne tanítani. Igen. Az egyel fölöttem járó osztályban még kötelező volt mindenkinek belépni a KISZ-be, vagy azt mondták, hogy nem kötelező, de akkor nem kapnák meg az ajánlást, hogy elmehessenek egyetemre. Egy évvel később nálunk már az volt, hogy az osztály titkár az így odavitta a KISZ-es srácnak a papírt, amire rá volt írva, hogy a KISZ-be jelentkezők névsora, és üres volt a papír, és röhögtünk. Tehát nagyon-nagyon gyorsan változtak a dolgok. Ahogy mondta, ugye 87-ben még az emberek többsége biztos volt benne, hogy ez így fog maradni. Tehát ez nem változik, ez a lehetőségeket lekorlátozó szürke világ. De aztán évről évre változott. Ez az, aki meg már 93-ban érettségizett, az meg ugye 89-ben kezdte a középiskoláját, ő meg már tudja, hogy valami olyan új világba lép bele, amiről senki se tudja, hogy micsoda. Ami ennek a nemzedéknek szerintem általában ez a 87-93 jellemzője, az, hogy ugyanúgy nem tudták, hogy mi fog történni, mint ahogy a szüleik nem tudták, hogy mi fog történni. És ezért az látszik, hogy ez a nemzedék, ez emiatt kevesebb konkrét felkészítés nélkül indulhatott neki, mert ugye ez a fiam, ezt úgy szoktuk korábban csinálni, féle mondatoknak a ereje sokkal kisebb volt. A másik részről pedig ugye a idősebbek nemzedékeknek nem volt előnye, sőt sokszor hátránya volt. Nagyon sok területen van, én közgazdász vagyok, ott mindenképpen így volt, hogy inkább vettek föl egy pályakezdőt, mint egy tapasztalattal rendelkező embert. Ezért a 90-es évek elején, aki szerencsés volt, jókor volt jó helyen, annak hihetetlen lehetőségek nyíltak meg. Az látszik, hogy ennek a nemzedéknek, legalábbis én azt várom, ez a nagy élménye, hogy ezzel a szabadsággal mit hogyan tudtak kezdeni. És ez meg azért érdekes az egész kutatás szempontjából, mert erről szól ez a 30 év, hogy mit tudtunk kezdeni azzal a szabadsággal, amit 1990-ben megkaptunk.
mik voltak azok a dolgok, amiket sikerült megcsinálnunk, mik voltak azok a nagy lehetőségek, amiket sajnos kihagytunk, mik voltak a hibák, amiket azért követtünk el, mert tapasztalatlanok voltunk, és mik voltak azok, amiket meg nem szabadott volna elkövetni, mert lehetett volna látni. Ezt kéne valahogy megértenünk az elmúlt 30 évről, mert ahogy egy középiskoláját befejező ember kilépett a felnőtt életbe jó 30 évvel ezelőtt, ugyanúgy az ország is kilépett a szabad világba, és felelős lett önmagáért. Mit tudtunk kezdeni ezzel a felelősséggel, mit lehet ebből levonni. És ami nagyon fontos még, hogy én azt gondolom, hogy a múltról szóló kutatások, azok mindig a jövőről szólnak, a jövőnek szólnak. Tehát nem arról van szó, hogy lezárjunk egy történetet, hanem arról van szó, hogy megértsük magunkat. Hogy megértsük a hibáinkat is, meg megértsük a valós lehetőségeinket is, mert ugye a 30 éve végzetteknek még azért vissza van jó idejük, tehát azért még messze van a nyugdíj, és az országnak meg lényegében azt lehet mondani, hogy egy korszaka a most lezárult ezzel a Covid háborús időszakkal. Én azt gondolom, hogy ez volt az az időszak, amikor a Magyarország fejlődése nagy részt arra épült, hogy átvesztük a piacgazdaság, a demokrácia intézményeit, visszaintegrálódunk Európába, és most lényegében most már nem fogunk jobban integrálódni, meg már nincs milyen intézményeket átvenni, ugyanolyan normális európai ország vagy, mint az összes többi. Most lényegében abban kell főznünk, amit összeszedtünk az elmúlt időszakban. A középkorú ember se a lendület viszi már előre, hanem a tapasztalata, a bölcsessége, a tudása, meg az ereje, ugyanígy az országot se a rendszerváltás utáni kamatos lendület fogja előrevinni, hanem az, amit megtapasztaltunk és ki tudunk hozni magunkból. Így kapcsolódik az én fejembe össze az egyéni sorsok vizsgálata, meg az ország gazdaságának, társadalmának, az egészének a vizsgálata. Nagyon izgalmasnak tűnik. Meddig lehet kitölteni, és mondjuk el akkor még egyszer, tehát a 87 és 93 között érettségizők, mi a honlap címe? 30évkérdőíve.hu. Jó. Ez a honlap címe. Meddig? És azt mindjárt megnézem. A következő hetekben biztos. Tehát jó. Van egy pár hetünk rá. Én azt gondolom, hogy június 10-ig, az biztos. Jó. De minél hamarabb kitölti valaki, az azért fontos, mert akkor tud szólni a többieknek az osztályból, és akkor hamarabb meg tudják kapni azt is, hogy ők milyenek voltak. Köszönöm szépen, a Mátyás Corvinus Kollégium közgazdasági iskolájának vezetője Szepesi Balázs volt velem. Szép napot, szép hétvégét. Viszont hallásra. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.